És a Közel-Kelet legnagyobb utcai futóversenye a Jeruzsálem Maraton, ahol több magyar csapat is elindul idén, úgyhogy Izraelben van Bombera Kriszta kollégánk. Szervusz Kriszta, hallasz engem? Szervusz Antonia, jó reggelt kívánok, igen. Miről szól ez a futóverseny? Ez a futóverseny sok szempontból nagyon-nagyon különleges a világ rengeteg maratonja között. Sport szempontból azért, mert rettentően dimbes-dombos természetesen Jeruzsálem adottságaiból adódik, hogy az útvonal még komoly futóknak is komoly kihívás. Mondanom sem kell, hogy nagyon fontos azoknak, akik a Szentföld miatt jöttek. Egy olyan város ikonikus pontjain megy keresztül a verseny, amelynek sok ezer éves a történelme, jelentős világvallások, jelentős spirituális központja. És számomra, hogy még egy fontos szempontot említsek, az is nagyon fontos, hogy ez az a maraton, ahol a legtöbb olyan ember fut, aki nem a futás öröméért elsősorban, hanem egy ügy melletti elköteleződés miatt jön. 6000 ember fut itt, igaz, hogy csak 5 kilométert azért, hogy kiálljon valami mellett, a mozgáskorlátozott gyerekek ügye mellett, a családon belüli erőszak ellen küzdők mellett, Jeruzsálem egysége mellett, a Szentföld és a Közel-Kelet békéért, sok-sok olyan ügyért, közszereplők, helyi sztárok, amiért rászánták magukat, hogy itt a jó meleg napon ma reggel sok kilométert fussanak. De természetesen vannak komoly futók is, nagy legendák. Van itt például egy mezitlábas Ricknek hívott amerikai evangéliumi egyház lelkésze, aki most az 56. maratonját futja éppen mezitláb. Előtte 20-at futott tévedésből még sportcipőben, de 11 éve mezitláb fut, és ő azt mondta, hogy neki óriási élmény az, hogy a saját lábával, a testével léphet rá minden kőre Jeruzsálem szent helyein. Mit lehet tudni a magyar indulókról, kik ők? Nagyon érdekes a magyar csapat. 54 országból indultak az idén ezen a nemzetközi jeruzsálemi maratonon, és 10%-a a futóknak külföldi, 2500 ember a 25 000-ből, és a harmadik legnagyobb csapat a magyar. Ez azért is különleges, mert ők már nem csak először, nem csak másodszor, hanem nagyjából harmadszor futnak itt. Sokan esélyesek most is jó helyezésre. Van például egy fiatalember, aki tavaly a korcsoportjában az első lett, és összesítettben is első lett volna, ha leszámítjuk a kenyaiakat, akiket természetesen nem lehet leszámítani, mert a legtöbb futóversenyen ők a legjobbak. Tegnap a jeruzsálemi polgármesterrel külön találkozott a magyar csapat. A polgármester kapott is egy magyar mezt. Nem tudom, hogy abban fut-e, majd megnézem. Maga is nagy futó, és ott tehát reggel a polgármester a rajtnál. Kriszta, köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm szépen az eddigi figyelmet, de térjenek vissza hozzánk, mert nem sokára kezdődik a Start Plus, ahol Csizmadia Ervinnel fogunk többek között beszélgetni egy konferencia kapcsán a liberalizmus esélyeiről Magyarországon, de addig nézzék még meg a híradót.